Sok szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvérek! Újra találkozunk, és hisszük, hogy az Úr áldást ad erre a mostani együttlétünkre is. Ma a Szentlélek templomáról fogunk beszélni. A korintusiakhoz írt első levélben, a 6. részben, a 19. és 20. versben lévő mondatokat olvasson fel. Mint tudjátok, hogy ezek a fő gondolatok a 3. részben is megtalálhatók. Tehát felolvasom az igét. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent, a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Elgondolkoztató számomra az, hogy Pál ezt írja, hogy a mi testünk a Szentléleknek a temploma, hogy is van ez tulajdonképpen, hiszen a testtel kapcsolatban van egy nagyon szélsőséges megállapítás, ami évszázadokon keresztül a hív embereket is terhelte, az, hogy azt mondták, hogy ez a test bűnös, tisztátalan, ez semmire való, megvetni való. És hát komoly problémák merültek föl ezzel kapcsolatban, és az emberek nagyon leértékelték a testet, mint hogyha az nem volna semmi jóra, semmire nem használható, az önmagában a bűnnek a hordozója. Ez volt az egyik véglet, ez talán Pál korábban is ismert volt a Krisztus utáni századokban, bizonyos századokban ez hosszú ideig előfordult, hogy a testben csak rosszat láttak. Ami modern időnkben pedig pont az ellenkezője van, hogy a testi, megvan a maga testi kultusza az embereknek, túlzottan van kihangsúlyozva a szépség, hogy milyen izma legyen az embernek, és akik nézik a Facebookot, itt-ott találkoznak azzal, hogy a fiatalok külön lefényképezik az izmaikat, hogy milyen erősek is, és milyen különlegesek, és ilyen szépségideálokat mutatnak be a nagy plakátokon is, és hogy ez is egy eltúlzás, mert az ember önmagából nem csinálhat bálványt a testéből, hogy milyen különleges. Hálásak vagyunk azért, hogyha valaki szép, ha valaki kedves, de nem értünk egyet azzal, hogyha valaki mindenestől megveti önmagát. Hát ismertem egy testvért, aki a bűnös testen akart uralkodni, és éjszakára ilyen bádog lemezeket tett az ágyára, ahol feküdt, és volt olyan alkalom is, amikor lekötte magát, azt mondta, fúj, ez a ronda, bűnös test, és hogy hát Pál apostol valahogy, hogy nem így állítja be a dolgokat, hogy hú, micsoda dicsőséges az ember teste, és micsoda megvetni való.
Mert hogyha tényleg ilyen, akkor egyikbe se találja helyét a Szentlélek, ugye, Ági? Se akkor, ha azt mondja, hogy köpni való ez a test, se akkor, hogyha ó, hát mi vagyunk a fogyásban, meg mindenben a világ legcsodálatosabb lényei. Hát lakhat-e így a Szentlélek bennünk, hogyha mi leértékeljük magunkat, vagy túlértékeljük magunkat? Itt ugye Pál apostol a 19. verset így kezdi, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem magatoké vagytok. Ez egy olyan csodálatos kérdés, és úgy gondolom, hogy a hívő embert az Úr megtanítja arra, megismerteti az Úr az emberrel, hogy az emberi test istené, és nem csak a test, hanem maga az egész személyisége az Úré. Az emberi testről nagyon sokan úgy gondolják, hogy az az ő tulajdonuk, és ahhoz senkinek semmi köze nincs, pedig nagyon csodálatos az ember teste, egészében tökéletes, csak a bűn miatt romlott meg a test, és lett betegség, és aztán pedig halál. De az ember a testének nem ura. Mégpedig azért nem ura, mert a fejünk hajszálát sem tudjuk megtartani. Nem tudjuk azt, hogy mi rejlik bennünk, hogy milyen nyomorúságok jönnek elő, és senki sem tudja uralni igazán a testét. Van önuralom, és sok mindenről tudunk beszélni, de a test maga Isten alkotása, az Úr tulajdona. Vajon tudod ezt? A hívő embert az Úr megtanítja erre, hogy minden kegyelemből van, hogy reggel fel tudok kelni, hogy tudok mozogni, hogy egyáltalán tudok beszélni, hiszen az ember nagyon sokszor találkozik olyan emberekkel, akik mások segítségére szorulnak, sérültek, akik egész életüket az ágyban töltik. Engem nagyon meglepett az, amikor megtértem utána, kerestem a szolgálatomat, és így jutottam el Dunaalmásra, a sérültek, fogyatékosok szeretett otthonába, és nagyon megdöbbentem azon a sok nyomorúságon, amiben ott az emberek szenvedtek. Volt egy fiatal ember, 20 éves volt, de csecsemő nagyságú, soha nem tudott felkelni, de még felülni sem. És akkor olyan istenfélelem fogott el, hogy milyen kegyelem. Sose jutott eszembe, hogy addigi életemben, hogy hálát adjak azért, hogy reggelente fölkelhetek, hogy tehetek másokért, hogy adhatok, és csodálatos módon átélhetem azt, hogy milyen csodálatos is az a test, amit Isten alkotott. Úgy gondolom, hogy az embernek nagyon fontos az, hogy tudja azt, hogy kihez tartozik, és kinek a tulajdona. Testvérem, te az Úrhoz tartozol. Tudod, hogy Isten tulajdona vagy, hogy ő rendelkezik az életed ideje felett, hogy egy nappal se élünk többet, és egy órával sem, mint amit ő eltervezett. És ő addig engedi, amíg betöltjük azt, amiért megengedte, hogy itt a földi életünkbe legyünk. Pál apostol itt tanítja a korintusbelieket, és szembeszáll a korintusi szabadossággal, vagy szabatossággal, ami fonákja az igazi valóságnak,
a Pál szerint a keresztény embernek a szabadságának két feltétele van. Az egyik, hogy használ-e, minden szabad nékem, de nem minden használ, vagy pedig árt. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt az, hogy a korintusiak tisztában legyenek, hogy nem a saját tulajdonuk, hanem a bennük lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertek, és hogy nem a saját maguké. A testünknek az ige szerint úgy kell működni, mint a templomnak. A korintusiak meg voltak fertőzve koruk gondolkozás módjával, a filozófiai gondolkodás módjukkal. Volt egy cinikus filozófia, ami akkor nagyon uralkodó volt, és ennek Diogenész volt a képviselője, aki Korintusban élt, és ott is halt meg. Aztán a korintusiak egyfajta szabadosságban éltek, mégpedig úgy gondolták, hogy sok mindent megengedhetnek maguknak. Itt, ha a korintusi levelet olvassuk, akkor a paráznaság, a tisztátalanság, a bujasság, nagyon sok vallásos ember, keresztjének mondott ember életében ott volt, a bálványimádás, és aztán volt egyfajta hívőbűg is a korintusiakba, külön meggondolták magukat, és igencsak különös eszméket hirdettek. Voltak, akik erről már Sándor is beszélt, alacsonyabb rendűeknek ítélték a testet, és csak a szellemi dolgokat tartották nagynak. Voltak, akik megvetették a testet teljesen, és voltak, akik pedig minden vágyát teljesítették. Ugye az antik hellénista felfogásban is a test megvetése jelen volt, és a test kultusza is. Vajon bennünket mivel fertőzött meg a világ? Vajon mi milyen nézeteket vallunk önmagunkról, a saját testünkről, lelkünkről? Nagyon sok ember vallásos életvitelt visz, de nincs meg benne a megváltó Jézus Krisztus. Nincs helye a Golgotai kereszten meghalt Jézus Krisztusnak, sem a feltámadott Krisztusnak. Van testies lelki élet, de akiket Isten lelke betölt, és Isten lelke vezérel, azok életében láthatóvá lesz úgy a testükben, mint a lelkükben maga az Úr, a Szentlélek jelenléte. Ugye a templomnak úgy kell működni, hogy az Isten dicsőségét szolgálja. Vajon mi a helyes út? Pál apostol az egész életét odaszánta az Úrnak való szolgálatra. Rengeteget szenvedett a Krisztusért, nagyon sokat utazott, ment, nagyon nehéz körülmények között. És a 9. rész 27. versében ezt mondja, hogy testemet szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok, valami módon méltatlanná ne legyek. Akik az Úrnak szolgálnak, alá tudják rendelni a testüket a Krisztus szolgálatának. Szolga csak az lehet, aki alárendeli magát. Pál apostol szabad ember volt, a római állampolgársággal rendelkezett, mégis ezt mondja az 1 Korintus 9:19-ben, mert én noha mindenkivel szemben szabad vagyok,
magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. Aki be van töltve Isten szent lelkével, mint ahogyan Pál apostol is be volt töltve, az csodálatos módon szolgává tudja tenni a testét, mert tudja, hogy test és vér nem örökli Isten országát, hogy nem kell a saját dicsőségét keresni, önmaga érvényesülését keresni, hanem Krisztusnak szolgálni. Én mindig nagyon elcsodálkozom, amikor a apostolok cselekedete könyvét olvasom, és Pál apostol mennyi erőt kapott, gyülekezetről gyülekezetre ment, gondozott embereket, családokat, egész gyülekezeteket, plántálta, hirdette az evangéliumot, hogy mennyi szenvedett, és mindehhez erőt kapott az Úrtól. Mindenkinek meg kell majd egy napon jelenni Isten ítélő széke előtt, mire fordítottam a testi erőmet, mire fordítottam az éveimet, mire fordítottam a napjaimat, Istent szolgáltam, vagy saját magamat, az érdekeimet, ügybuzgó voltam, vagy Krisztus szolgáltam. Nagyon sokan az üres testies voltukkal fognak majd az Úr előtt állni. Vajon az én testem a világ kívánságainak tett eleget? Az én testem a bűnnek adott otthont, és nem a szent léleknek? Vajon gonosz szolgája voltam az Úrnak, aki uramozott, de távol volt tőle? Nagyon fontos kérdések ezek, és van olyan ember, aki nagyon gőgös és felfúvalkodott, mint a korintusiak. Minek járjak én a közösségbe? Minek hallgassam én mások beszédét? Én már mindent tudok, kiolvastam a Bibliát, tudom kívülről, mindenkinél okosabb vagyok. Nem a magunkéi vagyunk, hanem az Úréi. Aki be van töltve szent lélekkel, az a lélek alázatába jár, és egymást különbnek tartja önmagánál. Aki a szent léleknek helyet ad, azt az Úr felépíti Isten templomává. Legyetek élő kövekké, lelki házzá. Ez a csodálatos, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem a mi megváltó Krisztusunké. Nagy kegyelem az, hogy a teremtéskor Isten megteremtette az embert, mint testi lényt, és belelehelte az ő lelkét. Tehát a test és a lélek szorosan összetartozik. Igen. Hát nem úgy van, hogy csak a lelkünk, a testnek is, az Úr uralma alá kell jutnia. Mert az Úr az egész embert vezeti a szent lélekkel, nem csak a lelkünket. A testnek is szót kell fogadnia az Úr vezetésének, és hát engedelmessé kell válni. Az Úr áldjon meg gazdagon benneteket, és tegyen minket győzelmessé a hitben, a szeretetben az Úr Jézus Krisztus. Amen. Amen.